Nyár 2019 című műsorunkkal most ismét egy igazán különleges rendezvényről jelentkezünk. Ipoly Fest néven ugyanis egy új fesztivál indult útjára 5 magyarországi és 2 határon túli helyszínen. Az ipolymenti településeket átölelő programsorozat a térség kulturális sokszínűségét, valamint annak természeti értékeit is bemutatja az ideérkezők számára, akikre igazán színes programok és élmények várnak még ezen a hétvégén. Összesen tehát 7 helyszínen, többek között például itt Szovon, ahol már Sándor Bencével, a fesztivál egyik szervezőivel beszélgetünk arról, hogy hogyan is születhetett meg ez a fesztivál. Nos, mi adta az inspirációt, illetve az ötletet ahhoz, hogy létrehívják ezt a különleges rendezvényt? Egyfelől, hát nézzenek körbe, maga a táj, illetve a természetnek a szépségei, másfelől pedig volt egy közös koncertünk Leckésen a Határhídon, amikor egy felvidéki zenekarra adtunk közös műsort, és valahogy ez a kettő a kulturális egyesülés, és maga a szépség, amit a táj nyújt, ez volt egy ilyen kiinduló pontja az egésznek. Összesen tehát 7 helyszínen zajlanak párhuzamosan a programok, 5 magyarországi, illetve 2 határon túli településen, és hát talán mondhatjuk azt is, hogy ez a rendezvény tulajdonképpen egy hidat képez az anyaországbeli és a határon túli magyarság között. A nemzeti összetartozás, az nemzeti összefogás által születhetett meg ez a rendezvény, és talán nincs is még egy olyan fesztivál itt a Dunakanyarban, amely ekkora összefogásnak köszönhetően jöhetett létre. Hát ilyen biztos nincs, ugyan azért 7 településen szervezni fesztivált párhuzamosan az óriási munka. És mindjárt az első évben? Igen, nagyon bevállaltuk, ez kétségtelen, de ugyanakkor azt kell mondjam, hogy ez, amit beszéltél, ez a híd, ami átível a határokon, ez nyilván átível a településeken is, és a dolog kivitelezhető. Voltak nehézségek a szervezés kapcsán, de megoldódik, mert benne van a szándék minden településben, hogy részt akar venni a fesztiválba, és nagyon segítőek a polgármesterek, és így igazából a munka így örömmel zajlik. Mely településeken zajlanak párhuzamosan a programok? Próbálom elmondani sorba. Ugye Szoba legalja, Mária Nostra, Ipoly Damázsd, Ipoly Szalga határon túl település, Vámos Mikola, Kemence és Ipolyság. Milyen tematika alapján válogattak a programok között? Igen, ugye volt egy olyan célunk, hogy lehetőleg minden közönséget kielégítsünk, tehát van könnyűzenétől komoly zenéig, gyerekprogramtól családi programig, illetve ami ezt úgy meghatározta valahogy magától, az maga a települések. Ha mondok erre egy példát, például Kemencén van egy gyönyörű, szép, óriási nagy katolikus templom. Kemence egy 1800 fős kis település, és a templomába befér 400 ember. Tehát, hogy ez régen a vármegye székhely volt, ezért van ilyen nagy temploma, és nyilván, ha van egy ilyen lehetősége település, aki kell használni. Tehát valami úgy egyszer adta magát. Ugye a fesztivál tulajdonképpen kiemelt céljának tekinti azt, hogy ráirányítsa a figyelmet az Ipoly mentére és a Börzsöny vidékére, bemutassa a térség kulturális és természeti értékeit. Milyen programok szolgálják ezt a célt? Ugye vannak olyan szabadtéri, főleg délti programok, amikor meg lehet kicsit a tájat ismerni, szerveztünk egy túrát Kenyeres Oszkárral, ami Kemencéről indul, és végigmegy a Börzsöny nyugati gerincén. Van egy családi kenutúra, ami Ipoly Damázsról indul, és lecsorog az Ipoly folyón Szobig, ugye az egy vizes program. Emellett van egy sárkányhajózás, ami ma délután lesz, tehát szombaton 1 órakor a Szobi-Dunaparton. Ugye ezek a természetes közeli részek, és illetve a Kemencei Erdei Vasútmúzeum egy olyan nagyon szép zöldövezet, ahol ma nagyon sok olyan programot szerveztünk, ami főleg gyerekeket és családokat vonz. És hogy még egy igazán különleges programot kiemeljük, a fesztivál teljes ideje alatt vár mindenkit a Kemencei Erdei Múzeum vasút is, amely korosztálytól függetlenül remek program lehet mindenki számára. Mi minden szórakoztatja még az ide látogató családokat, hiszen egy családbarát rendezvény. Így van. Ugye tegnapi nap volt 2 nagy rendezvényünk, a nyitó hangverseny a Kemencei templomban, ahol Bogányi Gergely a Bogányi zongorán szórakoztatta a jelenlévőket a Voxuman énekével karöltve. Utána pedig Szobon a Dunaparton, szintén péntek este volt nagy Feru fellépése. Például ami biztos, hogy ilyen családi program is érdekes, az a vasárnapi Ipoly Damázsdi várjátékok, amikor kicsikét történelmi visszatekintést kaphatunk abból, hogy mégis milyen lehetett az ipolydi vár
a Damásdi Vár ostroma, ez a hivatalos neve, Damásd Vára. Természetesen itt a fesztiválon a gasztronómiai bemutatók is kiemelt szerepet töltenek be. Ha jól tudom, több helyszínen is készülnek helyben a térségre jellemző specialitások és különleges ételek. Mi az, amit esetleg személy szerint is ajánlanak, mindenképp érdemes megkóstolni? Igazából elég sok minden van. Úgy tudom, hogy itt a régióban a bogyós gyümölcsöknek van egyfajta hagyománya, és ebből több mindent készítenek, nyilván készítenek a családok számára lekvárt, és az apukáknak pedig valami pálinkát, alkoholos italokat, tehát sok mindent csinálnak ezekből. A fesztivál kapcsán vannak különböző ételkészítések, bográcsozás, víslisütés, tósnisütés van Márianosszán például. Van ilyen, hogy gombás ételeket készítenek Ipoly Damásdon, tehát olyan elég sok a paletta elég színes. Minden korosztályra gondoltak a programok összeállításakor. A gyermekeket még milyen interaktív programok szórakoztatják ezen a hétvégén? Hát igazából, ami a legjobban ezt a célt szolgálja, az egy komoly zenei hangverseny, ami Kemencére templomba, amikor három budapesti énekkart és egy váci gyermekkart hoztunk el, amit a szimfonikus zenekar fognak énekelni közösen a templomban. És napközben pedig olyan programokat kapnak ők, amikor a Talamba tart nekik bemutatót, hangszer bemutatót, a langaléták, akik itt vannak ugye mögöttük, ők is mennek majd Kemencére a gyerekekhez. A produkciók és az előadások. Hohóztól kezdve vándormuzsikusok, vándorzenészek, tehát hogy ilyenek elsődlegesen. Mik a tervek a jövőre nézve? Szeretnének hagyományt teremteni ezzel a fesztivállal? Én úgy gondolom, hogy igen, ez volt a tervünk, és ami ugye ez visszaigazolja, hogy a legelső nap, a pénteki nap, ami ugye már tegnap lezajlott, nagyon-nagyon jól sikerült, mert a Kemencei templomban a Bogányi Gergely koncertjén gyakorlatilag több mint 300 ember volt. Itt Szobon a Dunaparton Nagy Feró koncertjén, itt is több mint 1000 ember jelen volt, és ez nyilván azt jelzi, hogy erre van igény. Pontosan. Milyen látogatottságra számítanak egyébként még így az elmúlt napok tapasztalatai alapján? Én gondolom azt, hogy azért nagy tömeg össze fog gyűlni. Ugye a záró rendezvényünk vasárnap az a Babos Ibadősz lesz, amire nyilván több ezer ember érkezik majd. A mai napon elvileg szombati napon a Kemencei hely az, ami elég exponátos a gyerekprogram mellett és a túra miatt. Tehát szerintem azért több ezer ember ezt fogja látogatni a három nap alatt, sőt, több tízer ember. Legyen így, én ezt kívánom. Sándor Bencének nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Köszönöm az interjút. Kedves nézőink, amennyiben szeretnék önök is élvezni a jobbnál jobb zenéket, ételeket és italokat, ilyen fantasztikus környezetben, akkor mindenképp érdemes ellátogatniuk az Ipoly Festre, amely tehát összesen 7 helyszínen várja az érdeklődőket igazán izgalmas programokkal. Ez az, nagyon jó! Hét helyszínen közel 100 programmal várják ezen a hétvégén az érdeklődőket az első alkalommal megrendezett Ipoly Festen. Itt a Pest megyei Szob településen többek között sporttánc, valamint kézműves mesterség bemutatóval, opera és operett előadással, koncertekkel és meg annyi meglepetéssel is fogadják az ideérkezőket. Különböző vízi túrákon is részt vehetnek itt a látogatók, kipróbálhatják a sárkányhajózást, vagy épp a kenuzást, és hát Zámbó Emesével, az esemény egyik szervezével mi sem szerettünk volna kimaradni az élményekből, úgyhogy mi is vízre szálltunk, és hát azt mondhatjuk, hogy egész szép kis csapat gyűlt itt össze. No, kiknek köszönhetően valósulhatott meg ez a program? Igen, tehát ez a mostani program a sárkányhajózás, ez a Dunaipoly Sportegyesületnek a segítségével valósulhatott meg. Ők szervezik nekünk Ipoly Damásdon is a mai napon, illetve itt Szobon is a sárkányhajózást és a családi kenutúrát is. Milyen igény mutatkozik ezekre a programokra? Nagyon sok. Mi a Facebookon igyekeztünk felmérni az igényeket előzetesen, és mondhatni 100-150 fővel startoltak ezek a családi kajakkenutúrák, úgyhogy reményeim szerint még a mai napnak a folyamányában is lesznek még itt a helyszínen a parton jelentkezők. A vízi élmények mellett mire nyújt lehetőséget egy-egy ilyen program? Igen, tehát itt szerintem az a lényeg, hogy itt a családok, hogyha így kijönnek itt a Duna mellé, és szeretnének mondjuk vízi élményeket gyűjteni, akkor mint láthatjuk ott oldalt is, hogy pancsolnak a vízben, illetve itt a Szobon a fesztiválnak a fő helyszínén, itt tudnak gyermekprogramokkal is szintén kiegészülve, bábjátékokkal, népmeseszínházzal készültünk, és tudnak a vízi programok mellett is simán jól érezni magukat így
a családok. A fesztivál kiemelt céljának és feladatának tekinti azt, hogy bemutassa az ide érkezők számára a térség kulturális sokszínűségét, valamint természeti értékeit. Milyen rejtett kincsei vannak a térségnek? Mit szeretnétek bemutatni? Igen, tehát nekünk így a fesztiválnak az volt a célja, hogy be tudjuk mutatni itt a természeti kincseket elsősorban. Börzsöny adta lehetőségeket, szeretnénk kihasználni. Ugyebár itt az évek során a Kemencei Erdei Múzeum vasútnál az erdei kisvasút szolgál arra, hogy akik jönnek ide túrázni a Börzsönynek a völgyébe, akkor tudnak elindulni különböző túraútvonalakon, és mi ezt szerettük volna legfőképp a fesztiválon is kihangsúlyozni, hogy aki ide jön, itt szeretne kirándulni, akkor tudnak így a három nap alatt is túrázni, és Kenyeres Oszkárékat a hazajárók stábjával megkerestem, és akkor ők is a mai napon elindultak 150 fővel a Börzsönynek a nyugati gerincére egy nagy túrával. Milyen turisztikai adottságok jellemzik még a térséget? Hát én elsősorban kiemelném itt a turista kapcsán, turisták kapcsán a kirándulás lehetőséget, tehát itt az Erdei Múzeum erdei kisvasútat, ami fogadja nagy részt az ide látogatókat, illetve Szobon és a kis környező településeken is igyekeznek helyi programokkal, városnapokkal, falunapokkal ide vonzani a környező embereket, illetve itt a kis templomoknak a kis kincses ládáit, hogyha így körbenézünk itt a katolikus templomok, illetve egyéb templomoknál, itt is turisztikai látványosságnak szerintem ezeket lehet megemlíteni. Hát tényleg érdemes ide ellátogatni, gyönyörködni a mesebeli tájban. Azt gondolom, hogy tulajdonképpen ez a fesztivál azáltal, hogy létrejött és most első alkalommal megrendezik, tényleg egy kiváló lehetőséget nyújt az ide érkezők számára, arra is, hogy megcsodálhassák a természeti szépségeket, értékeket, és hát jól szórakozhassanak, feltöltődhessenek is egy kicsit. Évközben egyébként még a térség milyen programokat kínál az ide érkezők számára? Igen, tehát a fesztiválnak ugyebár az a különleges, hogy az itteni falunapokat, ami nagyrészt júniusban, június végén voltak, 4 települést tudtunk ebbe becsatlakozni. Ezen kívül van a hűvös kemencék, forró pincék völgyének a májusban van, azt hiszem, jól tudom, a programja. Ők is fogadnak ilyen pince sorokon látogatókat, illetve július-augusztusban én azt tudom mondani, hogy itt a térségben mindenki megtalálja. Tehát most így nem tudok így fejből mondani olyan programokat, amik így a programnaptárba felmegyünk, de a programturizmus.hu honlapon minden adott helyszínen megtalálhatóak az adott kis városi térségi napoknak a programjai. Zámbó Emesének én nagyon szépen köszönöm az érdekes beszélgetést. Kedves nézőink, az első alkalommal megrendezett Ipoly Fest egészen vasárnapig, azaz június 23-áig várja a látogatókat igazán érdekes programokkal, többek között előadásokkal, koncertekkel, túrákkal, gasztrobemutatókkal. Érdemes ellátogatni ide. Az Ipoly-menti települések igazán színes programokkal teli fesztiválját, azaz az Ipoly Festet, idén első alkalommal rendezik meg 5 magyarországi és 2 határon túli településen. A térség egyediségét a népi kultúra, hagyományok és a helyi tradíciók sokszínűsége adja. A fesztivál kiemelt célja pedig az, hogy ezeket az értékeket be is mutassa az ideérkezők számára. Mi most Szobután Kemencére látogattunk el, ahol igazán fantasztikus hangulat kerekedett, egymást érik itt ugyanis a koncertek, miközben az érdeklődők a különböző mesterségekkel is megismerkedhetnek, legyen szó akár a kovács mesterségről, Kocsi Mártonnal beszélgetünk a következő percekben. Ugye régen szinte minden településen volt legalább egy kovács, nagyon fontos volt az ő munkája, hiszen ő tartotta karban a különböző mezőgazdasági eszközöket, műhelyéből kerültek ki a szekerek vasmunkái is, sőt, ha jól tudom, a lovakat is ő patkolta. Nos, mi a helyzet? Manapság hogyan lehet valakiből kovács és tevékenysége, milyen indítatásból ered önnek? Én nem patkolok lovakat. Nagyon-nagyon kevés mezőgazdasági eszközzel foglalkozom. A mai világban már nem is nagyon van rájuk szükség. Már nem javít senki semmit, nem mindenki eldobja azt, ami elkopott. Régen ez nem így volt. Én főként díszműkovács vagyok. Díszműtárgyakat készítek, azokkal foglalkozom. Általában használható díszműtárgyakkal. És jelen pillanatban egy tűzgyújtó eszközt készítek, aminek szintén semmi értelme, mert hogy gyufa, öngyújtó, bármi van. Ennek ellenére
elmondhatom, hogy a világ minden táján van már olyan tűzgyújtóeszköz, amit én csináltam. Napjainkban mi mondható el arról, hogy hol lehet tanulni ezt a mesterséget? Például most itt az Ipoly Festen is, önnek köszönhetően. Hú, ez egy nagyon nehéz kérdés, hogy hol lehet tanulni, mert mindenki azt hiszi, hogy meg lehet tanulni internetről, meg lehet tanulni a tévéből, meg el kell olvasni egy pár könyvet, ez nem így van. Tehát azért ez egy mesterség, sok-sok évig kell tanulni. Én szerintem az a legjobb recept, hogyha valaki kovács szeretne lenni, hogy keres egy kovácsmestert, és elmegy mellé inasnak, segédnek, és évekig együtt él vele, és együtt készíti vele azokat a tárgyakat, amiket az illető készít. Én is így tanultam, meg a körülöttem levő velem egykorú kollégáim is így tanultak, és így tanulnak most az én tanítványaim is, akik nálam vannak a műhelyben, és próbálnak minél jobb kovácsokká lenni. Hogyan zajlik a kovácsolás folyamata? Milyen eszközökre van ehhez szükség? Mutassuk is be a televízió nézőinek. A fújtató. Tehát ő egy kétkamrás fújtató, egy nagyon okos találmány, több száz éve föltaláltak, azóta nem is nagyon kellett változnia, de igazából ma már ilyet nem használunk. Én ezt a bemutatókon használom, otthon gép fújtat, mert nem kell hozzá egy külön ember. De az a lényege, hogyha meghúzom ezt a kart, akkor az alsó részét húzom föl, és alsó része fölfújja a tetejét. Uh-huh. És akkor a teteje gyönyörűen, egyenletesen fúj a tűzbe. Kipróbálhatom? Persze, természetesen. Ez nem nehéz, ez inkább unalmas. És akkor jön a tűzbe a levegő. Igen, itt láthatjuk ki. Mi nagyon sok gyerek foglalkozást tartok. Nagyon sokszor kell megmutatnom, szeretem megmutatni a gyerekeknek a mesterségemet. És ezt szoktam tőlük kérdezni, hogy mi a kovácsnak a legfontosabb szerszáma, és akkor persze így előjönnek azzal, hogy kalapács, meg üllő, meg fújtató, meg minden, de nem, a legfontosabb szerszámunk az ott látható, a tűz. Tűz nélkül kovácsolni nem lehet. Üllő nélkül nehéz, de lehet. Vannak Afrikában törzsek, akik a mai napig sziklákon kovácsolnak. Kalapács nélkül nehéz, de lehet. De tűz nélkül nem lehet. A tűz az nekünk nagyon-nagyon szükséges, meg kell, hogy lágyítsa a vasat ahhoz, hogy meg tudjuk formálni. Nyilván ez változó, de mondjuk egy-egy munka elkészítése körülbelül mennyi időt vesz igénybe? Hú, hát erre a kérdésre nem tudok válaszolni. Tehát, hogy... Olyan sok idő. Még tárgyakon belül is változik. Itt van két dobókocka. Vegyünk akkor egy-egy példát. Itt van a két dobókocka. Na most ezek a dobókockák, ezek úgy készülnek, hogy ha végére érek egy vasrúdnak, akkor a végén marad egy frinc-franc darab, ami már semmire nem jó. És bármilyen formája van, én addig ütöm, amíg kocka nem lesz belőle. Van olyan kocka, tegyük föl mondjuk ez, ami fél óra alatt készült el. Uh-huh. És van olyan kocka, amelyik meg két és fél óra alatt. Pedig mind a kettő nagyjából ugyanolyan. Jó, ebben kis virágok a pontok, ebben meg csak sima pontok, de nem ez a különbség, hanem az, hogy amiből elindultam, az egy mennyire tette bonyolulta az én helyzetemet. Na, de ha már itt tartunk, akkor beszélgessünk arról, hogy milyen kihívásokat is rejt ez a tevékenység. Az ön számára mi a legnagyobb kihívás? Van még ilyen? Van, persze, nagyon sok kihívás van, de hogy mi a legnagyobb, azt nem tudom megmondani. Mindig, ami... Nyilván függ attól is, hogy mi mondjuk a megrendelés. Egyébként szoktak érkezni különböző megrendelések? Persze, persze. Mi volt eddig a legextrémebb, vagy a legnehezebb? Vagy amire nagyon-nagyon büszke. Nagyon sok minden van, amire büszke vagyok. Nem tudok egy tárgyat mondani, ami az a non plus ultra, hanem rengeteg dolog, de néha egészen apró kis vackok is olyanok, amik kihívást jelentenek. Milyen fesztiválokon szokott egyébként részt venni? Hú, rengeteg helyre megyek. Nagyon-nagyon sok helyre megyek. Miért tartja fontosnak azt, hogy bemutassa ezt a mesterséget az érdeklődők számára? Sok szempontból fontosnak tartom. Az a helyzet, hogy ez a mesterség nélkülünk kivész. Tehát, hogy most vagyunk abban a helyzetben, amikor még van, akitől lehet tanulni. Most vagyunk abban a helyzetben, amikor még van egy csomó fanatikus, aki ezt csinálja, de ez el fog veszni, hogyha nem tartjuk direkt életben. És az ilyen helyszíneken...
érdeklődőket valamennyire föl lehet világosítani, de annyira nem amennyire kéne, de legalább egy alapot ad, hogy elinduljanak valamilyen irányba, és így nagyon sok tanítvány került már a műhelyembe, hogy megláttak egy vásárban, aztán a következő vásárban már azért jöttek, hogy találkozunk, és aztán utána elkerültek hozzám a műhelybe. Ez az egyik, amiért fontosnak tartom. A másik, amiért fontosnak tartom, az egy kicsit öncélú. Ha az emberek látják, hogy mennyi munka elkészíteni egy szöget, akkor már sokkal kevésbé teszik föl azt a kérdést, hogy miért ennyi? Azért ennyi, mert ennyit kell vele dolgozni. És talán jobban is értékelik. Így van, hogyha látják, hogy mi benne az energia, akkor másképp állnak hozzá. Kocsi Mártonnak, én nagyon-nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Én is köszönöm szépen. Kedves nézőink, idén tehát első ízben rendezik meg az Ipoly-menti településeket átölelő programsorozatot, azaz az Ipoly-fesztet, amely tehát június 23-áig, azaz vasárnapig várja az érdeklődőket.